Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Fogyasztói Jogviták című fogyasztóvédelmi és vállalkozói műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk vállalkozások a fogyasztóvédelemben. Áttekintjük a vállalkozások helyzetét, jogállását szakértő vendég segítségével. A műsorban szó lesz a vállalkozások feladatairól, ha velük szemben panasszal élnek a vásárlók, és beszélünk a hibás teljesítésből eredő jogorvoslati lehetőségekről is. Köszöntöm a stúdióban Szűcs Péter budapesti ügyvédurat, és köszönöm, hogy elfogadtad a műsor meghívását. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Kedves ügyvédúr, vágjunk bele a közepébe, és arról beszéljünk először, hogy mi a jogalapja annak, hogy a vásárló, vagy adott esetben ugye fogyasztónak is nevezhetjük, megkeresi a kereskedő vállalkozást, és a panaszát ott próbálja megérvényesíteni. Tehát hogy néz ki ennek a jogi háttere? Ezt sokan nem értik, hogy miért van ez így. Ugye ez több jogszabály rendezi, a kereskedelmi törvény, a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a polgári törvénykönyv is többek között. Gyakorlatilag a vállalkozás azért tartozik felelőssége, és azért keresheti meg őt a fogyasztó, mert értékesített egy terméket. Hogyha az a termék hibás vagy nem megfelelően működik, a fogyasztónak ezt valahol jelezni kell. Nyilván az a legegyszerűbb a fogyasztó számára, hogyha visszaviszi oda, ahol ő ezt vásárolta, és így kerülnek ugye a vállalkozások úgymond képbe, vagy hát arra az oldalra, hogy nekik bizony helyt kell állni azért a termékért, és annak a megfelelő működéséért, amit értékesítettek a fogyasztónak. Most tulajdonképpen két törvény vonatkozik erre a dologra, amiről elkezdtünk beszélgetni, ugye a fogyasztóvédelmi törvény és a kereskedelmi törvénynek a rendelkezései. Nézőknek mutatjuk a képernyőn, akkor egy megerősítést kérnék rá, hogy ebből megtalálja, aki keresi ezeket a szabályokat, amiről beszéltünk. Így van, abszolút. Jó, és akkor ezen kívül ugye az is van, hogy a polgári törvénykönyv tartalmaz arra rendelkezést, hogy hibás teljesítés esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ugye a jogorvoslatról később beszélünk a műsor vége felé, csak talán annyiban utalnék rá, hogy ezt a sorrendet követni kell. És ha nem a kereskedőnél jelentkezik a vásárló, aki a panaszát érvényesíteni kívánja, akkor nyilvánvalóan a cserét nem tudja elintézni. Tehát hogy is van ez a sorrend? Igen. Tehát a fogyasztó kijavítást kérhet, kicserélést, árleszállítást, vagy elállhat ugye a vásárlástól. Ezek az úgynevezett kellékszavatossági szabályok, vagy ez a sorrend. Itt ugye arra kell törekedni, hogy a vállalkozásnak lehetőleg azt kell teljesíteni, amit a fogyasztó kér, viszont a vállalkozásra nézve sem lehet különösebb, vagy egy nagyobb hátránnyal járni, vagy szavatossági igénnyel élni. Tehát mondjuk egy kisebb hiba miatt nem állhat el a vásárlástól a fogyasztó, vagy nem élhet csereigénnyel, hogyha azt ki is lehet javítani. Hát valamilyen módon dokumentálni is kellene ugye a fogyasztói panaszokat. Hát miképpen történik? Néha arról panaszkodnak a vásárlók, hogy semmiféle írásbeliség nem születik, hanem ők elmondják a panaszt, és akkor valamilyen nyilatkozatot tesz a kereskedő, esetleg azt, hogy elutasítja, hogy nem ad helyet ennek a panasznak. Tehát hogyan dokumentálják, mihez ragaszkodjon a vásárló, ha panaszt nyújt be? Igen, a vásárló mindenképpen ragaszkodjon ahhoz, hogy jegyzőkönyvet vegyenek fel a panaszáról. A jegyzőkönyvbe ugye rögzíteni kell a fogyasztó nevét, címét, elérhetőségi adatait, a terméket, amit megvásárolt, annak a nevét, sorozatszámát, azonosításra alkalmas egyéb adatait, illetve magát a hibát, valamint azt is rögzíteni kell benne, hogy mi a fogyasztó kérése. Ezt a vállalkozás, ezt a jegyzőkönyvet ki kell állítsa, tehát jogszabályi kötelezettsége van, ezt nem tagadhatja ő meg. És a vállalkozásnak ekkor tájékoztatni kell a fogyasztót arról, hogy alaposnak tartja a panaszát, vagy nem. Az is előfordulhat, hogy ezt a termék vizsgálatát követően dönthető csak el. Ebben az esetben 5 napja van a vállalkozásnak, hogy tájékoztassa a fogyasztót. Láttunk sajnos, vagy hallottunk már olyat, hogy jegyzőkönyvet nem volt hajlandó felvenni a vállalkozás, ebben az esetben a panaszkönyvbe lehet beírni. A panaszkönyvnél ugye mindenképpen ott is van egy kötelezettsége a vállalkozásnak, hogy válaszolni kell rá, ott 30 napos határidő, tehát célszerűbb a jegyzőkönyv felvételhez ragaszkodni. Hát ugye a jegyzőkönyv felvételét sok esetben azzal hárítja el a kereskedő, hogy azt mondja, hogy nincs ilyen formanyomtatványa. Tehát valamiféle alakszerűség kötelező jelleggel tartozik-e a jegyzőkönyv készítéséhez? Nincsen alakszerűséghez kötve a jegyzőkönyv, a tartalma az, ami nagyon fontos, amit az imént felsoroltunk.
Ugye, tehát nyilván legyen benne ugye azonosítást alkalmas adat. Így van. Nem postafiók cím, meg ilyenek. Igen, tehát legyen elérhető a fogyasztó azon a címen, amit ő megad, és egyértelműen írja le a hibát. Tehát ne azt mondja, hogy nem működik a termék. Az már egy konkrét mondjuk, hogy nem kapcsol be. De mondjuk, hogyha leírja azt, hogy valami baja van, a vállalkozásnak vagy lehetősége sem, kötelezettsége nincs egy terméket teljes körre letesztelni, mondjuk egy akár csak egy mikrohullámú sütőre, hogyha gondolom, hogy van nagyon sok funkciója. Tehát a fogyasztó saját dolgát könnyíti meg, illetve a vállalkozás kötelezettségét, hogy teljesíteni tudja, ezt segíti elő azzal, hogyha konkrétan megmondja, hogy mi a baja. Tehát ez is szerepeljen a jegyzőkönyvben. Tehát, hogy akkor a nézők is értsék, a jegyzőkönyv felvétel esetén rövidebb időn belül választ kap a vásárló arra, hogy a kereskedő vállalkozás helyt adott-e a panaszának, vagy sem. Így van. Ugye, ha mégsem tud azonnal válaszolni, akkor van ez a bizonyos 5 nap. Igen. Ugyanakkor egy vásárló könyvében történő bejegyzés esetén 30 nap áll rendelkezésre a vállalkozásnak. Igen, és hogyha ez ugye kihasználja a vállalkozás, akkor már pedig kihasználhatja, akkor a fogyasztó addig bizonytalanságban van, tehát mindenképpen jobb a jegyzőkönyv felvételéhez ragaszkodni. Nem tudja használni a terméket, vagy ha használja, akkor tovább romlik, tehát vannak ezért ezzel problémák. Na most, ha nyilatkozik a jegyzőkönyvben a kereskedő, akkor ez a nyilatkozat milyen értelmű lehet? Tehát mit nyilatkozhat? Tehát vagy elfogadja a fogyasztói igényt, a kijavítása, a kicserésre, stb. Vonatkozó igényt, vagy pedig elutasítja a panaszt. Néha egyébként az is előfordul, hogy más szavatosság, tehát más szavatossági jog teljesítését tartja megfelelőnek a vállalkozás. Tehát mondjuk a fogyasztó csak kijavítás kér, de nem javítható a termék, akkor kicseréli, tehát így is dönthet a vállalkozás. Ez esetben nyilván a fogyasztónak ez jó, mert kap egy új vagy egy kijavított terméket. A nehezebb eset akkor van, hogyha nem fogadja el a vállalkozás, illetve elutasítja a fogyasztói panaszt. Ebben az esetben ugye a fogyasztónak van több lehetősége, vagy a békeltető testületekhez, fogyasztói békeltető testületekhez fordulhat, ez egy ingyenes eljárás, gyorsabb, mint a bírósági eljárás, és sok esetben eredményt hoz, vagy pedig, hogyha nem ezt kívánja igénybe venni, akkor polgári peres eljárás kezdeményezhet. Ennek 3 millió forint alatt fizetési meghagyás kibocsátása útján van lehetősége, vagy módja. Ugye ott egy eljárási díj van, a fizetési meghagyást a közjegyző bocsátja ki, vagy besétál egy közjegyzőhöz a fogyasztó, vagy pedig ügyvédhez fordul, és ügyvéden keresztül nyújtja be a fizetési meghagyást. Az mindenképpen egy költséges, bonyolultabb jogi eljárás, tehát érdemesebb a békéltető testületnél megpróbálni. Hát rendszerint a fogyasztók ugye azt szerint döntenek ilyen ügyekben, hogy kihez forduljanak, hogy mennyibe kerül, és hogy jogi képviselő nélkül megoldható-e a probléma, vagy nem oldható meg. Tehát ha jól értettem, akkor egy fizetési meghagyásos eljárás indítása során vagy közjegyzőre van szükség, vagy ügyvédre. Igen. Amelyik ugye díjazással jár természetszerűleg. Így van. Most abban az esetben, ha békéltető testülethez fordulna az ügyfél a panaszával, akkor ugye nem kell neki fizetni, de csak az eljárás lehet ingyenes. Ugye a törvényben az van, hogy az eljárás ingyenes. Tehát egyéb költségek merülhetnek fel, akkor annak a költségviselése hogy oldódik meg? Igen, tehát egyéb költségek, hogy felmerülnek, az nyilván a fogyasztónak a költsége. Például, hogyha szakvéleménnyel kívánja alátámasztani, hogy ő neki igaza van, akkor a szakvélemény be kell csatolja a fogyasztóvédelmi, vagy a békéltető testületi eljárásba, és ezt a szakvélemény díját, ez bizony neki kell kifizetni. Itt aztán vagy tud érvényesíteni a vállalkozással szemben, vagy nem. Ideális és jó esetben egyébként tudja, ha igaza van. Ha nincs igaza, akkor viszont ő maga viseli ezeket a költségeket. Hát a szakvéleménynél ugye érdekes dolog az szokott lenni, hogy kitől kérjék a szakvéleményt. Mert aki, tehát nevezzük károsultnak, a vásárló még szerencsétlenül járt egy terméknek a megvásárlásával, nem működik, beázik a cipő, esztétikai, stb. Ő nem szívesen költ szakvéleményre. Tehát ha azt a javaslatot teszi neki egy szakember, hogy szakértővel vizsgáltassa meg, mielőtt eljárást indít, hogy egyébként mennyiben ad helyt a szakember az ő panaszának, és válassza szét a panaszt attól, hogy ami a használatból adódik, ugye azt nyilvánvalóan nem lehet érvényesíteni. Tehát ki adhat szakvéleményt?
Hogy néz ez a kérdés ki? Válaszolok egy fél gondolattal visszatérve, hogy amit említettél, hogy valóban ugye a használatból eredő a probléma. Tehát, hogy gondolja meg először is a fogyasztó, hogy az valóban probléma, vagy csak ő véli problémának, már ezzel egy költséget megelőzhet. És akkor válaszolva a kérdésedre, ugye a szakértő, ami polgári perben is felhasználható, és legbiztosabb szakértői vélemény, az a közjegyzői előzetes bizonyítás, ami egy igen jelentős szakértői és közjegyzői díjjal jár együttesen. Na most egy békezett testületi eljárásban elegendő, hogyha egy akár egy szakember, egy cipész szakember, egy, tudom, egy műszaki javítószolgálatnak a képviselője állít ki egy szakvéleményt, már az azt gondolom, hogy kellő nyomatékkal vehető figyelembe egy békezőtestületi eljárásban, amihez pedig egyébként kétség nem fér az igazságügyi szakértői névsorból kiválasztott szakértő. Nyilván eltérőek a díjazások, és eltér az is, hogy mondjuk mikorra tud elkészülni egy ilyen szakvélemény. Egyébként ez érdekes dolog, ez a szakvélemény és ennek a felhasználása is. Ugye van egyszer egy olyan kategória, hogy jótállás. Szóval messzire mennénk el, ha most egy újabb területet nyitnánk meg, de azért erről tudjanak a tisztelt nézőink, és van a szavatossági igényérvényesítés. Na most amennyiben jótállás keretén belül kívánja a jogait érvényesíteni a vásárló, hát akkor a szakvéleményt ugye szerintem nem neki kellene elkészíteni. Így van, pontosan. Ugye? Tehát jótállás esetében az a törvényi vélelem, tehát úgy gondolja a jogalkotó, hogy mindenképpen a termék már hibás volt az értékesítéskor, és eszerint kell eljárni a vállalkozásnak. Tehát a vállalkozás, hogyha azt mondja, hogy elutasítja egy panaszt, akkor ő magának kell már egy szakvéleménnyel ezt alátámasztani, hiszen egyébként ugye az a törvényi vélelem, hogy bizony az a termék az már az értékesítéskor hibás volt, és javítsa ki. Tulajdonképpen a rejtett hiba, ugye? Igen, az a hiba, ami már benne van értékesítéskor, amikor a fogyasztó megveszi, csak az egy hónapig, fél évig, vagy akár most ugye a legújabb jogszabályok szerint akár 3 évig is kiterjedhet a jótállás. Tehát lehet, csak 2,5 év után derül ki mondjuk egy mobiltelefon, drága mobiltelefonnak a kijelzőjével, egy gyártási hiba, de már gyártáskor benne volt. Ugye ez mind a vállalkozó kötelessége, hogy kicserélje. Igen, vagy pedig ugye a gyártónál is lehet kérni egyébként kijavítást. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a vásárló az jobb, hogyha a kereskedőhöz fordul, tehát nem hogy jobb, hanem kifejezetten ugye előírás. Hiszen a fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza, hogy békéltető testületi eljárást nem is lehet indítani anélkül, hogy nem kereste meg a forgalmazót. Hogy a forgalmazó alatt azt értjük, aki kereskedik a termékkel, aki ezt eladja. De hogy kerülhet bele a jogorvoslati körbe a gyártó? Hiszen a kereskedők azt szokták mondani, hogy nem ő gyártotta. Tehát ha hivatkozunk arra, hogy tessék megnézni, ez meg az a hiba a termékkel. Igen, ugye a polgári törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó szakaszai megemlítik a kellék szavatosságot, amit az előbb említettünk, a kijavítás, kicserélés és társai, illetve a termék szavatosságot. A termék szavatosság esetén a gyártó, aki felelős, kijavítást vagy kicserélést kérhet tőle a fogyasztó, tehát közvetlenül a gyártóhoz is fordulhat. Nyilván árleszállítást, illetve ugye elállást azért nem kérhet, mert ő nem fizetett a gyártónak, tehát nem tud tőle pénzt visszakérni, viszont valóban kijavítást és kicserélést kérhet a gyártótól. Feltételez az, hogy neki ugye van a polcon, mert hogy valaha volt, mert hogy ő ezt eladta. Hát még nem tudom, hogy elég érthető-e vagy, vagy... Hát reméljük, hogy a nézők is értik, amiről szeretnénk beszélni előttük és a részvételünkkel, hogy ez nagyon érdekes, ez a gyártóhoz fordulásnak a lehetősége, hiszen ez akkor is előtérbe kerülhet, hogyha megszűnik a kereskedő. Ugye van ilyen is. Igen. Hogy amikor értékesítette a terméket, működött, feltételezni sem lehetett, hogy meg fog szűnni, és amikor néhány hónap múlva, vagy az idő múlásával, ahogy az előbb erről beszéltél, jelentkezik a hiba, előjön a probléma. Ugye akkor ismét fordulhat fordulhat a gyártóhoz. Így van, hát ugye a gazdasági helyzet az olyan, hogy előre nem látható, nem kiszámítható, hogy melyik vállalkozás folytatja a tevékenységét, vagy szűnik meg akármilyen oknál fogva. Ilyenkor a fogyasztó nem marad magára, hanem valóban a gyártótól kérheti a kijavítást vagy a kicserélést. Hát bizonyára ritka dolog, de nem lehet kizárni, hogy a gyártóval is történik valami, mondjuk felszámolási eljárás alá kerül. Igen, hát ilyenkor a jó esetben megvan még a kereskedő, akkor nála lehet egyébként meg, hát
Hát a felszámoló biztos nem, mert nehéz, ugye, mert nem tudja, tehát nem végrehajtható ugye, az igen. igény. Ő csak bejelentene valamit. Igen, bejelenti, hogyha marad vagyon a vállalkozásnak, akkor esetleg juthat ki elégítésre. Hát nem beszéltünk még itt a jogorvoslat lehetőségek közül ugye a mediációval, tehát ugye a közvetítés a közismertebb neve, és hát törvényi szabályozza, hogy ez hogyan történjék, meg hogyan kell történnie. Mennyire gyakori, hogy a jogorvoslatot igénylők mediációt kérnek, közvetítést kérnek? Tehát ügyvédirodában hogy jelentkeznek ezek a kérelmek, ezek a beadványok? Igen, előfordul egyre gyakrabban, ahogy a mediáció híre vagy ismertsége ugye elterjed a fogyasztók között, hogy ügyvédhez fordulnak, hogy segítsen nekik mediálni, közvetíteni, egyeztetni ugye a vállalkozással. Ennek előnye, hogy kedvezőbb díjszabású, tehát általában fele, mint egy ilyen mondjuk egy peres eljárásnál, tehát, de biztos, hogy lényegesen olcsóbb, vagy valamivel biztosan olcsóbb. És hogyha az ember úgy ülnek le a fogyasztó és a vállalkozás megbeszélni, hogy ott egy ügyvéd, vagy akár két ügyvéd, mert a fogyasztó, illetve a vállalkozás is megjelölhet egy közvetítést vagy mediációt vállaló jogi képviselővel, akkor azért nagy esély van arra, hogy meg tudnak állapodni, hiszen főszabály szerint induljunk ki, hogy egyik félnek sem érdeke, hogy peres eljárásba bonyolódjon, sem költsége, sem az idő tényező miatt. Egyet tudni kell a mediációról, hogy nem végrehajtható, tehát hogyha megállapodnak a felek, akkor az adott szó, amit bízunk benne egyébként, hogy sokat ér, tehát az adott szó erejével bír, nem kikényszeríthető, nem végrehajtható, de a tapasztalat egyébként az, hogyha már a mediációt választják és mediációban megállapodnak, akkor azt be is szokták tartani a felek. Hogy eredményre vezet. Igen. Egyébként ugye lehet találni ügyvéd-mediátort is, így hirdetik a tevékenységet, de szeretném hozzátenni a tisztelt nézőink számára, hogy nem feltétele az, hogy a mediátor jogász legyen. Talán praktikusságot emelném ki, hogyha nem sikerül megállapodni, akkor jogi képviselővé válhat ugye az ügyvéd-mediátor. Ismeri már az ügyet, ismeri az ellenfélnek az álláspontját, tehát megkönnyíti viszonylag szerintem a bírósági eljárás. Hát ez így van, ugye akkor a mediáció szabályok meg elég szigorúak, tehát az ezt meg kell vizsgálni, hogy adott ügyben erre van-e lehetőség. Igen. Na most beszéltünk ugye arról, hogy a békéltető testületet felhasználhatják arra a vásárlók, hogy a panaszaikkal odaforduljanak jogorvoslatért. Honnan szereznek tudomást? Ez egy lista igazából. Igen, ugye a békéltető testület minden megyében van, viszont a vállalkozás, amikor elutasít egy panasz, kötelező tájékoztatni, ugye a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezése szerint a fogyasztót, hogy hova fordulhat panaszával, ugye ez a polgári peres eljárás, vagy pedig a békéltető testületek. Tehát a fogyasztó, hogyha ezt elutasítást elolvassa elejétől a végéig, és a vállalkozás jogszabályi kötelezettségét eljárva jár el, tehát tájékoztatja a fogyasztót, akkor ő erről tudomást szerezhet. Hát egy érdekes dolog, amit olvastam a törvényben, hogy a jogi képviselőnek a díjazása az nem számít eljárási költségnek a békéltető eljárásban. Tehát gondolom, vagy kitaláltam ugye, hogy a jogalkotónak mi a szándéka, ha egyszer civil jellegű a jogszolgáltatás, akkor nyilván nem ír elő ügyvédkényszert, hanem az a célja, hogy a felek személyesen találkozzanak és ütköztessék egymással az álláspontjukat. Tehát ez így van, hogy akkor ez a költség nem számolható el? Ez így van, nem számolható el, ugye az a saját költsége a fogyasztónak. Nem is kötelező, sokszor egyébként a vállalkozás is jogi képviselő nélkül jelenik meg ezeken a békéltető testületi tárgyalásokon, vagy meghallgatásokon. Nyilván, hogyha a fogyasztó azt gondolja, hogy biztosra akar menni, hogy csúnyán fogalmazzunk, vagy legalább szeretné tudni azt, hogy neki igaza van-e, érdemes-e ezt a békéltető testületi eljárás megindítani, akkor megbízhat egy jogi képviselőt, aki az álláspontjára tájékoztatja. Jó, nézzük meg akkor a vállalkozásoknak a helyzetét, hogyha ők ellenük ugye, vagy velük szemben indul egy ilyen eljárás, akkor ugye mire számíthatnak? Tehát ugye miután a békéltető testülethez fordulása gyakoribb, akkor nézzük először meg, hogy a békéltető testület hogy kerül kapcsolatba a vállalkozással. Ugye arról már beszéltünk, hogy a vásárló panaszt tesz. Tehát ő megmondja, hogy mi a termékkel a probléma a vállalkozásnak, de tételezzük fel, elutasítja, ekkor jön a jogorvoslat lehetőség. Békéltetőtől hogy tudja meg a vállalkozás?
Tehát miféle módon jut a tudomásra, és mit kell ezután tenni, ha megtudta? Ugye a fogyasztó a békeértesülethez úgy fordul, hogy leírja a panaszát, az elérhetőségét, vállalkozás adatait, és ugye, hogy mit kér. A békeértesület ezt a kérelmet elküldi a vállalkozásnak, és válaszirat benyújtására szólítja föl, valamint ugye kitűz egy időpontot a meghallgatásra. Most azt tudni kell, hogy a válasziratot kötelezően a vállalkozásnak el kell készíteni, és meg kell küldeni a békeértesület testület részére. Amennyiben székhely, telephelye, fiók telepe van abban a megyében, ahol megindította a fogyasztó, aki egyébként bármelyik megyében megindíthatja ezt az eljárást, akkor részt is kell vennie. És mindenképpen olyan személy által kell, vagy olyan képviselővel kell részt venni, aki jogosult egyességkötésre is, ugye ezt mondja a jogszabály. Hogyha pedig másik megyében van, akkor nem köteles részt venni a vállalkozás, viszont mindenképpen a válasziratot akkor is köteles megküldeni. Egy meghatalmazásban elegendő azt megjelölni, hogy a vállalkozás által a tárgyalásra kijelölt személy, hogy a békéltetőben meghallgatásnak nevezzük, hogy az jogosult megállapodni. Ugyanis nem ritka az az eset, amikor arra hivatkozik a vállalkozás, hogyha a végrehajtás iránt érdeklődnek tőle, hogy nem volt felhatalmazása az egyességkötésre az ő munkatársának. Tehát hogy lehet ezt úgy dokumentálni, hogy ez sikerre lehessen vinni ezt a jogi eljárást? Én azt gondolom, hogy mindenképpen az a szerencsés és egyértelmű, hogyha belefoglalják a meghatalmazásba, hogy egyességkötésre is kiterjed, vagy pedig az, hogy teljes körű képviselete kiterjed a meghatalmazás. Én azt gondolom, hogy akkor egyességet is köthet. Inkább megfordítanám, és az lenne talán a vállalkozás részéről alapos kifogás, hogyha kifejezetten az van benne a meghatalmazásban, hogy nem jogosult egyességkötésre a meghatalmazott. Tehát a negatív. Igen. Rendelkezést. Igen, hiszen akit ő küld képviselőnek, ő azért van ott, az a feladata, hogy ő képviselje, megállapodjon, egyességet kössön, stb. És hogyha ezt a vállalkozást nem kívánja, akkor kifejezetten zárja ki. Viszont ezt meg nem teheti meg, azt gondolom, mert hogy egyességet és alkalmas képviselővel kell megjelennie. Hát ez egy érdekes kérdés egyébként, mert nyilvánvalóan, hogyha nem ügyvéd képviseli a vállalkozást, akkor itt szervezeti képviseletről van szó. Na most ugye az a kérdés, hogy akit elküldenek erre a meghallgatásra, az a szervezeten belül ugye rendelkezik-e ilyen felhatalmazással. Igen. Mert akkor megoldott a kérdés, ha nem rendelkezik, akkor sajnos nem. Akkor vitatkozni. Úgyhogy ezt érdemes vizsgálni. Hát csökken a műsoridőnk, 2,5 perc van még hátra. Arról beszéljünk röviden, hogy ha a bírósághoz fordul valaki, illetve úgy mondom, hogy az állami jogszolgáltatáshoz, tehát elindul mondjuk egy fizetési meghagyással egy ilyen jogi eljárás, akkor mi a teendője a vállalkozásnak? Megmondom a kérdés eredetét. Nem ritka, amikor előfordul, főleg a kis létszámmal dolgozó vállalkozások, vagy az önfoglalkoztatók esetében, utóbbira azt mondom, hogy nincs ideje elmenni a postára a tértévevényes levelet átvenni. Más esetben pedig nem veszik át, és szabadjon kimondani ebben a műsorban, hogy vannak olyan vállalkozások, akik nem is akarják ezt átvenni. Na most ilyen esetben ugye a fizetési meghagyás az jogerőssé tud válni. Tehát hogy van ez a kérdés jogilag szabályozva? Igen, tehát az nagyon fontos, hogy vegyük át a levelet, attól, hogy nem veszünk át egy hivatalos levelet, attól még beáll az úgynevezett kézbesítési vélem, vagy kézbesítési fikció, ami úgy tekinti, hogy bizony az a levél az át lett véve, az a fizetési meghagyás ugye ki lett bocsátva, és át lett véve a vállalkozás által. Tehát nagyon könnyen jogerőre emelkedhet a fizetési meghagyás, és kérheti a fogyasztó a végrehajtását. Itt egyébként még annyi lehetőség van, hogy ilyenkor a közjegyző egy sima postai levélben is tájékoztatja a kötelezettet, hogy beállt a kézbesítés fikció, és esetleg megdöntheti. Hát ez vállalkozás esetében elég nehéz, hogyha a székhelyén mondjuk nem vette át a levelet. Tehát mindenképpen vegyék át a levelet, akkor tud védekezni a vállalkozás, akkor tudja elmondani a saját álláspontját, hogyha ez a peres eljárás meg tud indulni, hiszen hogyha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, automatikusan a törvény szabálya által, akkor bizony már csak a végrehajtás fog következni és fizethet. Egyébként most a járványügyi tanácsadás során én is elég széleskörű tapasztalatot szereztem a cégeknek a működéséből, és arra a következtetésre jutottam, hogy a 10-12 fővel működő és adminisztratív személyzetet, tehát nem kifejezetten adminisztrátort, az lehet ügyintéző is, foglalkoztat a vállalkozás, akkor ilyen problémák azért nem szoktak felmerülni, mert akkor az illető hölgy, ugye általában hölgyekről van szó, elmegy a postára és átveszi a küldeményt. Az önfoglalkoztatókkal van a probléma, és azokkal a mikrovállalkozásokkal, akárha lehetnek mondjuk 2-3-4
főből álló csapatról van szó, de mindegyik operatív munkát végez. Tehát kint vannak egy munkahelyen, mondjuk egy javító szolgáltatást végeznek, szerelőipari munkát, ott fordul elő. Hát kedves nézőink, a mai műsorban eddig jutottunk el, és én megköszönöm dr. Szűcs Péter budapesti ügyvédnek, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. És köszönöm a nézők megtisztelő figyelmét. Műsorainkat visszanézhetik a Fix Televízió hivatalos honlapján www.fixhd.tv és a YouTube oldalon is. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket jogvita@fixhd.tv e-mail címre. Tartsanak velünk, legközelebb is viszontlátásra!